Köszöntöm nézőinket, Önök a Kultúrszoba című műsorunkat látják. Lássuk, mit kínálunk a mai műsorban. Légi felvételek a Vármegyéről, Mártonfaj Dénes kiállítása. 50 éve játszik a tűzzel, kiállítás nyílt Stekli Zsuzsa munkáiból. December hónap műtárgya. A reményt jelképezi a második gyertya, jó hangulat jellemezte az adventi vásárt Szekszárdon. Máltai karácsony ajándék a léleknek is. Tolna vármegyei történetek címen nyílt kiállítása Mártonfai Dénes fotóriporternek Szekszárdon. A 78 fotó 26 tablón kapott helyet, sárkányrepülőből örökítette meg vármegyénk több települését. A felhők közül a bogyiszlói holtágat kapta Lencse végre. Édesanyja fényképész, így gyermekkorától az élete részévé vált a fotózás. Elég fiatalon fényképezőgépet ragadott a kezébe, érettségire egy komolyabb filmes gépet kapott ajándékba, ami meghatározó volt számára. Akkor már tudta, hogy a fotózással szeretne foglalkozni a jövőben. Igazából maga az a varázslat, ami akkor még egy jelenség volt. Ugye fekete-fehér filmre fotóztunk nagyon sokat, és én már az érettségi előtt is, középiskola alatt már fotóztam és laboráltam is, megtanultam annyitól laborálni, és maga az a varázslata, hogy a látens képből egy üres fehér papírlapból pont megjelenik a fotó, amit lenagyítottál rá, illetve ugye amit először meg is fotóztál. Roppant érdekes dolog volt, és tehát ez egy szerelem lett igazából. Práter utcai fényképész képző iskola után kicsit belekóstoltam az operatőrségbe is. Elmentem egy Teleszkóla nevű operatőrképző suliba, szintén Budapesten volt, de igazából nehezebb volt a kamera, mint én, úgyhogy ezt egy ilyen mellékvágánynak éreztem, úgyhogy utána elvégeztem a MUHOZ fotóriporteri szakát, és onnantól kezdve különböző újságoknál voltam gyakornok, külsős, aztán végül főállású fotós lettem. Jártam vele tablózni, óvodai fotózásokra, és tudom, hogy az első pár nagyon érdekes volt, és a többi az meg már nagyon nem kívánkozott, hogy csináljam. De már akkor is látszódott fényképészként, hogy minden nap valami érdekes dolog fog történni velünk, meg mindig más megbízást kapsz, vagy felkérést, és se lett olyan szép változatos ez a munka. Fotóriporterként meg aztán pláne változatos. Elmondása szerint a magánéletet nehéz összeegyeztetni a munkával. A családja mindenben mögött áll és támogatja. A második gyermek megszületése és a hétvégi munkabeosztás sem könnyítette meg a helyzetet. Gyermekei viszont büszkék az édesapjukra, szívesen el is kísérik. Még a kislányom is, aki aztán örökmozgó, megtanult viselkedni, türelmesen megvárja, hogy apa végezzen. Persze apa siet, amennyire tudhatja, de nem mindig sikerül ugye az embernek sietni, mert az esemény az esemény. A programban egy kreatív csapattal működött együtt. Az anyag témája, amikor elkezdtem, egyszerűen Tolna megye volt, és arra találtam ki egy koncepciót, hogy hogyan tudnám megmutatni Tolna megyét. Akkoriban nagyon sokat portréztam, meg nagyon sok légi felvételes melón volt, és így adta magát, hogy így kombináljam össze. Aztán, amikor megcsináltam az első
képpárost, egyből már a helyszínen éreztem, hogy kell hozzá egy harmadik kép is, és akkor így lett mindegyikhez egy tárgyfotó is, ami jellemző tárgya, eszköze a portrén szereplő alanyomnak, illetve a portrém alanyai pedig abban a városban, vagy azon a tájegységen élnek, vagy kötődnek valamilyen szinten oda, ahol amiről készült a légi felvétel. Több kedvencem is van, például, hogy kötélnek állt a pilótám, és ő is vállalta a megtisztelő szerepet, hogy portré alanyom legyen. Mert hogy ezek nem drónos felvételek, hanem sárkányrepülőből készített felvételek. Úgyhogy nagyon hálás is vagyok a pilótámnak, hogy pont ugyanott szálltunk ki a gépből mindig, mint ahol ahonnét indultunk felszállás előtt. Ez azért jó dolog. Bízok benne, hogy lesz folytatása, és igazából már a fiókban is van pár portré és légi felvétel, ami elkészült, de még nincsenek itt a falon. A tárlat a Babits Mihály Kulturális Központ és a Tolna Vármegyei Önkormányzat közreműködésével jöhetett létre. Az érdeklődőket december 22-ig vasárnap és hétfő kivételével naponta 10 és 17 óra között várják a Művészetek Házában. Bemutatásra került Stekli Zsuzsa 50 éve játszom a tűzzel című jubileumi kiállítás megnyitója a Babits Mihály Kulturális Központban. A fél évszázadra utaló jubileumi tárlat a szépről, szeretetről szóló Isten sugallta zománcok, így advent kezdetén megszípítik az ünnepre készülés csendjét. A kiállítás december 21-ig tekinthető meg a Kulturális Központ márványtermében. Bemutatták Stekli Zsuzsa zománcműves 50 évét összefoglaló tárlatát a Babits Mihály Kulturális Központban. Már kisgyermekkorában elvarázsolta őt a kemencében ízó zománc ragyogása, és ezt a varázslatot azóta ő adja tovább. Olyan szerencsém volt, hogy egyszerűen beleszülettem. Én Bonyhádon élek, és ott van egy zománcgyár. Apukám ott dolgozott, mint dekoratőr, és engem egyszer elvitt a gyárba a munkahelyére 4 éves koromban, és ott láttam hatalmas színes kádakban gyönyörű zománcokat, és az izzó narancssárga kemencét, és hát mi kell egy gyereknek, beleszerettem, és ott ragadtam. Megéli azt a csodát, mikor a por majd 1000 fokon hevülve színes üvegé válik, és az így készülő képek pedig minket gyönyörködtetnek. Az átlag dolgozó a zománcot úgy ismeri, mint konyhai edények bevonatát, és ez tulajdonképpen arra is szolgál, hogy a fémeket megvédje a károsodástól. Tehát vöslemezre zománcozunk, vagy vöröstézlemezre. Általában a művészi munkát inkább vöröstézlemezre végezzük, és ékszerzománcokkal, míg a másikat vaslemezre, iszapipari zománcokkal. Mind a kettővel lehet csodát csinálni, úgyhogy csinálni kell, nem tudok más mondani. Stekli Zsuzsa tűzben született képei földön túli tájakat, angyalok és manók énekét, tündérek táncát, békét és harmóniát tükröznek. Ez jön belőlem, ez valahogy kapom. Isten küldi, vagy valaki küldi nekem az ötleteket, én meg igyekszem kivitelezni a lehető legjobban, amennyire tőlem telik. És hát a színek pedig a narancs, a vörös, a piros, a kedvenc színeim. A képeimen többnyire ezeket lehet látni. Azon kívül van egy másik korszak, amikor a kékeket használom, kékeket, lilákat, mert hogy az meg a vörös érzlemezhez, az aranyjal, a kékkel nagyon jó passzol. Szeretem őket. A fél évszázadra utaló jubileumi tárlat így advent idején még inkább megszépíti az ünnepre készülés csendjét. Az 50 évet még kimondani is sok, ilyen régi munkákat nem hoztam el, de van egy kronológia, tehát van egy időbeliség is, de inkább a mérföldköveket hoztam, tehát minden korszakomból egy-két darabot, és hát főleg azon kívül is a legújabbakat, az elmúlt 3 évben készült munkákat. Itt volt a Covid, ami mindenki másnak azt jelentette, hogy hú, be van zárva, nem mehetünk sehova, nem jön senki, mindenki depressziós lett. Én pedig ugye dolgozom, mit csinál? Dolgozik, ha ráér.
és hát akkor nagyon rájöttem, és dolgoztam, és összehoztam egy szinte komplet kiátszanagot egy év alatt, úgyhogy egy főtában dolgoztam, és most az is itt van nagyjából, tehát egy jó, jó válogatás van most itt. A Vosinczky-Mór megyei múzeumban december hónap műtárgya nem más, mint egy címeres kályha csempe az ozarai várkastélyból. A Zsigmond kori kályhát alkotó csempék típusaihoz sorolható egyedi csempe bizonyítja, hogy bár általánosan létező csempe típusok elterjedésével számolhatunk, mégis bizonyítható, hogy egyes esetekben egyedi, a tulajdonosokhoz köthető darabokkal is számolnunk kell. Ezek az adott épület tulajdonosának reprezentációs igényét elégítették ki, amennyiben saját címerével érkesítette meg a cserépkályhát. A hónap műtárgya sorozat célja, hogy az érdeklődőknek minden hónapban egy-egy kiemelkedő műtárgyat mutassunk be, amelyet a Vosinczky-Mór Múzeum kiállítás tárlataiban tekinthetnek meg az érdeklődők. A hónap műtárgya egy címeres kályhacsempe az ozarai várkastély ásatásából. Szerintem nagyon sok embernek ismert, hogy Ozorán létezik egy várkastély, aminek a feltárása 1980-ban kezdődött Feld István régész és kutatótársai vezetésével. Nagyon hosszú munkába került, amíg ennek a várkastélynak a történetét és az onnan előkerült leletanyagokat feldolgozták. Igazából még ma is bukkanunk érdekességekre azok között, a leletek között, amiket találunk. A hónap műtárgya, ez a bizonyos kályacsempe, amit itt láthatunk, a vár korai időszakából származik. Igazából 1980-ban került elő a várárokban, és a többi társával együtt már hosszú évek óta foglalkozunk a feldolgozásával. Tudni kell, hogy a Kárpát-medencében a lakóházaknak, lakótereknek a fűtése hát igen problematikus az időjárásra való tekintettel, de a tulajdonosok, illetve maga a fejlődés is lehetővé tette azt, hogy kályhákat építsenek. Az, hogy ki milyen kályhát épített, az tulajdonképpen egyrészt technikai kérdés volt, másrészt pedig az illető birtokosnak is az anyagi lehetőségeit tükrözte. Tolna vármegye északi szélén fekszik Ozora. A község középpontjában áll a várkastély négyzetes, középudvaros épülettömbje. Az épületet négyzet alakban fal veszi körül, sarkukon kerek tornyokkal megerősítve. A várkastély hazánk kiemelt műemlékei sorába tartozik. A vár jelentős maradványai maradtak meg, számos átépítés nyomait hordozva.
Az épület változó funkcióval ugyan, még századunk 60-as éveiben is használatban állt. Ugye Ozorai Pippo vagy Filippo Scolari, aki egy egyszerű itáliai családból emelkedik Zsigmond főemberévé, és engedélyt kap, hogy Ozorán építse magának palotát, lakóhelyet. A különböző lakótereknek a fűtését ilyen csempekályhákkal oldotta meg az épületeknek, vagy a lakóhelyüknek a minőségétől függően, illetve az anyagi társadalmi helyzetüktől függően más-más fajta fűtőberendezéseket használtak. A vitrínben látható darabok csempekályhák részei voltak. A középső sávban látható darabok tartoznak ahhoz az időszakhoz, ami Ozorai Pippo időszaka. Csak itt közbevetőleg jegyzem meg, hogy ezeknek a kályháknak is divatja volt, tehát más-más korszakban más-más típusú darabokat használtak. Nem beszélve arról, hogy ilyen szép díszes darabokat, díszes csempekályhákat általában egy-egy lakóépületnek a reprezentatív terébe építettek föl. Tehát igazából azt mondhatjuk, hogy az Ozorai Pippo várkastélyában is minden bizonnyal a lovaktermet ékesíthette ilyen csempékből rakott kályha. A hónap műtárgya az 1960-as évek eleje óta tervezett, majd 1980 óta dr. Feld István vezetésével folytatott műemléki régészeti kutatás során előkerült kályhaleletanyag jelentős darabja. Ha szerencséje van az épületkutatónak, a régésznek, akkor általában megtaláljuk azokat az alapokat is, amelyeken a kályha állt. Ezek a kályhák, mint aminek a darabjait itt a vitrínben láthatjuk, ezek alul szögletes, ilyen hasáb vagy doboz alakúak voltak. Állhattak egy-egy ilyen 50-60 cm magasságú falazott alapon, tehát falazott alap, rajta egy kocka alakú vagy hasáb alakú rész, és ezen állt egy felső, általában hengeres vagy valamilyen sokszögű rész is, és ezt a sokszögű részt, ezt pedig ilyen oromcsempékkel koronázták, mint amiket itt látunk. A kályha testét ezekből a Pippo korában ilyen négyzetes csempékből rakták ki. Amiért ezt a csempét itt kiválasztottuk, az, hogy a tulajdonosnak a címerét láthatjuk rajta. Egy ferdén négy sávból álló címerpajzsot láthatunk, és az érdekessége, hogy a felső részében, a jobb felső sarkában egy kicsit szélesebbre hagyták a sávot, és ebben egy sárkány ábrázolása került oda. Azért érdekes egyébként ez a címeres csempe, mert ez azt bizonyítja, hogy a tulajdonos fontosnak tartotta azt, hogy egy ilyen kályhán szerepeljen a címere, és az odaérkező vendégek ezáltal érzékelhessék az ő gazdagságát. Ennek kapcsán megállapítható, hogy a felépült várkastélyban a korszakra jellemző úgynevezett Zsigmond-kori csempe típusokból álló kályhák állhattak. Az épület fűtésére Ozorai Pippo korában a reprezentatív terekben a cserépkályhák, az egyéb terekben inkább szemes kályhák szolgáltak. A csempekályhák típusait a most bemutatott címeres csempek kivételével a királyi várakban, főúri lakóhelyeken használták fel kályhaépítésre. Hangulatos délutánt tölthettek azok, akik kilátogattak az adventi vásárba. Koncertek és rengeteg finomság várta az ünnepre hangolódni vágyókat. 5 órakor gyújtották meg az advent második gyertyáját, amikor Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere a gazdag programkínálat mellett a szeretet és békesség fontosságára hívta fel a figyelmet.
Egy pohár finom forralt bor, egy incsiklandó harapnivaló, egy gyönyörű, kézzel készített asztaldísz, ünnepi fények és lélegmelengető színpadi programok várták azokat, akik kilátogattak a hétvégén a szekszárdi adventi vásárba. Szerintem ez nagyon jó, az emberek le tudnak jönni, találkozhatnak régi ismerősökkel, egy picikét kimennek a szabadba, az ünnepi hangulatot tudják fokozni ezáltal. Én nagyon szeretem a karácsonyi vásárokat, mert szerintem nagyon így bele lehet rázódni a karácsonyi hangulatba, és tényleg az, hogy így összegyűlhetnek az emberek, és együtt lehetnek, és nézelődhetnek a vásáron, akár hallgathatnak zenét is, meg fellépők is vannak, szerintem ez nagyon nagy dolog mindenkinek, és szerintem érdemes ezeket meglátogatni és megnézni minél több ilyen karácsonyi vásárt. Ilyenkor nem csak maga a tér, de a város is karácsonyi világításoktól és díszektől pompázik, ahogy ez minden évben megszokott. Gyurkovics János, Szekszárd város alpolgármestere hozzátette, az új helyszínnek köszönhetően is több ember látogatott ki. Hagyományoknak megfelelően az idei évben is megrendezésre került az adventi program, és a résztvevők kérésére az idei évben nem a Béla téren, hanem itt a Garai téren alakult ki a karácsonyi vásár és a kiegészítő rendezvényeknek a dolgai. Nagyon fontos dolognak tartjuk ebben a rohanó világban és az elgépiesedett időszakban, amik itt a beszédben is elhangzott háborúktól terhelt világban vagyunk. Nagyon sok az elesett ember, akit észre kell venni, támogatni, segíteni kell. Vasárnap került sor a második gyertya meggyújtására, ami a zsidó népet szimbolizálja, akiknek Isten megígérte, hogy közülük való lesz a messiás, ezért ez a lila gyertya a remény jelképe. Ilyenkor érzékenyebbé válnak az emberek is, és megpróbálunk mindent elkövetni annak érdekében, hogy amit ismétlésben bocsátkozom, hogy a lelki felkészülés, készülődés teljes egészében tudjon kiteljesülni, és utána majd mindenki békességbe, szeretetbe a családjával tudja tölteni a karácsonyi ünnepeket. Rendhagyó módon egy közös imával és áldással indult idén a Máltai Szeretetszolgálat szekszárdi csoportjának ajándékoztása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával összefogásban. Ezen a különleges alkalmon tartós élelmiszereket, játékokat, ruhaneműket vehetett át közel 250 rászoruló család. Évtizedes hagyományokra építve jótékonysági kezdeményezés indult a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szekszárdi csoportjának szervezésében több önkéntes részvételével. Két éve támogatjuk a Máltai Szeretetszolgálatot. Az idei évben 1000 kiló liszttel tudtuk támogatni a szervezetet. Ezen kívül több szervezetet is támogatunk a Tolna megyében. Összesen 7 tonna liszt jött össze az idei évben, annak ellenére, hogy gyenge volt a termés, ennek ellenére a gazdálkodók kitettek magukért, és most már idősítva 14 éve megy az adományozás az Agrárkamarába, és nem csak Tolna megyében, hanem az egész országban, az egész Kárpát-medencében. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a rászorulókat támogassuk ilyen formában, és hogyha ezzel tudjuk támogatni, akkor ezt tesszük meg. Az idei év különös év volt, mert hogy a termések átlaga elmaradt az azt megelőző évektől, de ennek ellenére a gazdálkodók, amit tudtak, megtettek annak érdekében, hogy akiknek lehet és akiknek tudunk, azokat támogassuk. Ezek között szerepel a Máltai Szeretetszolgálat is. A magyarok közel 70%-a évente legalább egyszer adományoz a rászorulóknak, többségüket pedig az motiválja ebben, hogy adni öröm, vagyis az önzetlenségben érzelmeik vezérlik őket. Idén az ajándékoztást egy közös áldás előzte meg ennek jegyében. Nagyon sok adomány érkezett hozzánk, és ebbe sok segítséget kaptunk szervezetektől, illetve a helyi lakosságtól is. Iskolákon keresztül is érkezett hozzánk, tehát az iskolák is gyűjtötték a gyerekruházatot, paplannokat, párnákat, élelmiszereket, szaloncukrot, de ezt a nagy mennyiséget mind fel is kellett dolgoznunk, tehát ez egy hatalmas feladat volt. Most
úgy készülünk, hogy szekszárdi lakosság körébe körülbelül 250 családnak fogunk osztani, és ez mellett a vidék felé meg 170 családot terveztünk be, ennyit bírunk el, tehát ennyi a kapacitásunk. Ehhez 18 aktív tagunk tevékenykedik, és hát azért nagyon sok segítő ember van így a városban, aki még besegít nekünk kisebb-nagyobb feladatokkal. Egy igen jelentős támogatónk volt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, ez mellett az önkormányzattól is kaptunk adományt, és a Céunda áruházról se szeretnék elfeledkezni, ahonnan szintén nagy értékben is, vagy 300 új ruhát kaptunk, ami szintén most gazdagítja a kínálatot. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!